27. Titok Legyünk határozottan, sőt, radikálisan nyitottak az új irányokra, a halk hangokra és a lágy léptekre. Sokszor szoktam késő éjszakáig dolgozni, amikor a családom már alszik, és csak egyedül vagyok ébren az egész házban. Gyakran a konyhaasztalhoz ülök, ahol minden csendes. Van egy gyönyörű dolgozószobám, késő este mégis jobban kedvelem a konyhaasztalt, mert ott érezhető a családom jelenléte. Az a konyhaasztal jelenti családom létének velejét. Megubózhatok szeretetükbe, de közben nem kell elviselnem a zajt, amit napközben csapnak körülöttem. Így, ha késő este üldögélek a konyhasztalnál, mindkét világ legjobbában részesülök. Ilyenkor újra meg újra előfordul, hogy ott ülök a konyhasztalnál, a munkámba mélyedve, amikor egyszer csak bekapcsol a hűtőszekrény. Beindul a kompresszor, kattan egyet, aztán duruzsolni kezd. Nem szörnyen hangos, de szörnyen zavaró, amikor olyan csend van a házban. Nappal viszont sosem szoktam észrevenni a hűtő működését. Tudom, hogy akkor is működik, de nem szoktam hallani. Biztosan te is jártál már így. Mindenki megtapasztalta ezt. Miért van az, hogy csak este halljuk meg a hűtőgépet? Azért, mert napközben hangos a ház és a nyüzsgés, a zaj kiszűri a hűtő és más gépek zaját. Teljesen elnémítja őket. Nem csak arról van szó, hogy nehéz meghalani a napi nyüzsgés során, tényleg egyáltalán nem hallod. Nem is veszed észre. Napközben fel sem figyelsz a hűtő zajára. Amikor azonban minden elcsendesedik körülötted, sokkal könnyebb meghallani az egyes zajokat. Minden apró változást meghallasz. Úgy is mondhatnánk, hogy észreveszed a közelgő események halk lépteit. Minél nagyobb körülöttünk az aj, a, a nyüzsgés, annál kevésbé tudunk ráhangolódni környezetünk kis változásaira. Ezt időről időre egészséges megtapasztalni, mert emlékeztet arra, hogyan észleljük a világot. Ezért is biztatlak arra, hogy rendszeresen szállj egy kis időt magadra. Beszélj meg találkozót magaddal. Nincs szükség rá túl gyakran. A legtöbb embernek elég hetente egyszer, és nem kell nagyon sokáig tartania. 10-15 percből van elég ha negyed órát egyedül töltesz mindenféle zavaró körülmény nélkül, az valójában egészen hosszúnak fog tűnni. Tehát nincs szükség sok időre, de fontos, hogy teljesen egyedül legyél. Senki ne legyen a közeledben, ne láss senkit, és ne kelljen aggódnod amiatt, hogy bárki megzavar. Tedd el a számítógépet, némítsd le, el a telefonodat. Lehetséges, hogy nehezebbnek bizonyul olyan időt is helyett találnod, amikor is ahol tényleg teljesen egyedül tudsz lenni, mint gondoltad. Valószínűleg előre el kell tervezned. Intézd úgy, hogy egy héten egyszer beiktatsz 10-15 percet a naptáradba, amikor ténylegesen el tudsz vonulni valahová, ahol nincsen senki, nincs semmi zavaró tényező, és senki nem fog megzavarni azzal, hogy elkezd dörömbölni az ajtón. Amint sikerült megtalálnod az időt és helyet, hogy egyedül legyél egy csendes helyen, egyszerűen csak ülj le és nyílj meg. Ne csinálj semmit. Kapcsold le a villanyt, hogy ne legyen túl világos, és ne bombázzon túl sok vizuális inger. Aztán töltsd ezt az időt magaddal. Csodálatosan különleges élmény az, ha egyébként nagyon elfoglalt ember vagy. Senki sem szokott ilyet csinálni, ha csak nem tanítják meg rá. A középiskolában nem tanítanak erre, sem az egyetemen, és a legtöbb szülőtől sem hallasz ilyet. Meg kell tehát tanítanod magadnak, hogy leülj és megnyílj, próbáld megfékezni a gondolataidat, hogy ne a legutóbb látott filmen vagy legutóbb olvasott könyvön gondolkozz. Ha vitatkoztál valakivel, azt is zárt ki. Tegyél ki mindent az elmédből. Légy száz százalékig fogadóképes állapotban. Ez nagyon-nagyon hasznos dolog, és valójában ez a kulcsa a lényege a szombatnap egész ősi zsidó elvének. Tulajdonképpen erre szolgál a szombat. A negyedik parancsolat megtartása nem azt jelenti, hogy semmit sem tehetünk szombaton. A szombat megtartása nem zárja ki, hogy arrébb mozdítsak csak egy bútor darabot. Feleségem kérésére szombaton, vagy aki keresztény, az vasárnap. Nem arról van szó, hogy nem végezhetsz semmiféle munkát. Csak azt nem teheted, amit héberül melakhának nevezünk. Ez pedig konkrétan és csak is olyan teremtő munkára vonatkozik, amikor energiádat és zsenialitásodat körül a kölötted lévő világra alkalmazod, hogy változást munkálj, és ez vonatkozik az üzletre is. Ha a feleségem például arra kér, hogy rendezzem át a lakást, az nem számít. Nem jön létre valódi változás. Az, hogy átrendezem a lakást, nem üzlet. A szombat azt végzi el, hogy minden héten ad 25 órát arra, hogy visszahúzódjak. Nem adok semmit a világnak, csupán befogadok. A legtöbb embernek azonban nem a figyelmes befogadásról szól a szombat. Ezért tanácsolom azt, hogy néhány naponta, vagy egy héten egyszer legalább szállj rá 10-15 percet, hogy elvonulj egy magad egy helyiségbe, besötíts, gondoskodj arról, hogy ne zavarjanak meg, és csak hajd, hogy jöjjenek a gondolatok. Hallgassd a közelgő események halk lépteit. Ez a néhány perc, amit magamra szánok, egészen különleges. Nincs telefon, nincs internet, sem faxgép, és semmi más. Befogadó üzemmódba kapcsolok, és ideális esetben nincs semmi körülöttem, amit befogadhatnék. Egyedül vagyok, kikapcsolt állapotban. Az 1970-es években két jó barát, Ben Cohen és Jerry Greenfield közös vállalkozásba fogtak. Átfogó üzleti tervet készítettek, mindent elrendeztek, aztán elindították. Első bag véges szállítmányozó cégeket. Hadd kérdezzem meg, vettél már valaha bégelt a Ben and jerry től Jerry-től? Valószínűleg nem. Nem bizonyult túl jövedelmezőnek az ötlet. Tudták, hogy valamit máshogy kell csinálniuk. Körülnéztek. Mivel Vermontban éltek, nagyon sok tehenet láttak a környéken, és talán ezért döntöttek úgy, hogy fagy fagylalt márket hoznak létre. Akárhogyan is, fagylalt készítő cégük az egyik leghíresebb, legsikeresebb fagylalt készítő cég lett a világon. Azt érdemes megjegyezni ebből, hogy nem ezzel az ötlettel kezdték. Azzal kezdték, hogy bégelt fognak szállítani, de amikor ez nem vált be, nyitottak voltak a változásra. Van olyan, hogy benső ösztön, és Ben és Jerry hallgattak erre. Nem mindig akarunk bízni az ösztöneinkben, különösen az állatias ösztöneinkben, de az emberi megérzésünkben érdemes bízni, és érdemes fogékonynak maradni az irányváltoztatás ötletére. A Ben and Jerry's fagylalt nem az egyetlen ilyen történet. Élt Japánban egy Mr. Toyoda nevű ember a 20. század elején, aki textilgyártó céget alapított, mert azt látta, hogy az életszínvonal kezd emelkedni Japánban. Gondolta, hogy akarnak majd finomabb anyagból készült ruhákat az emberek. Megpróbált új, jobb módszert feltalálni az anyag szövésére, de egyik ötletesen vált be. Aztán egy napon, 1937-ben új célra vetette be a szövőszékek készítésére szent gépeket, és inkább autógyártásba fogott. A hatalmas Toyota cég egy megbukott textilgyártó cég hanvaiból kelt életre. Bizonyára hallottál már Wrigley-z rágógumiról is nem. William Wrigley szódabikarbóna és szapang értékesítésével próbált foglalkozni, de nem lett jövedelmező az üzlet. Így aztán neki látott rágógumit készíteni és árulni. Ezekben az emberekben volt egy közös vonás. Nyitottak voltak a változásra és hallgattak a megérzéseikre. Van, amikor hallunk egy halk csuttogást, amely pozitív irányba terel. Ez nem tétlen suttogás csupán, válaszreakció saját lelkesedésünkre, szenvedélyünkre és elszántságunkra. Mi adjuk az erőfeszítést, és cserébe kapunk egy isteni sugallatot. Nevezhetjük vállalkozói múzsának is, de olyan, mint egy halk suttogás a lelkedben. Ha meghallod, figyelj rá, fontos, hogy legyél kész változtatni az útirányon, irányon, hogyha arra indít. Ez a suttogás nem korlátozódik csupán üzleti vállalkozásokra, a házastársak is gyakran hallanak hasonló suttogást, amikor észreveszik, hogy a kapcsolatuk hanyatlik az elhanyagolás miatt. Talán ráébrednek, hogy irányt kell váltaniuk, ami egy házasság esetében is lehet nagyon jó dolog, hogyha jól csinálják. Van, amikor a pár rájön, hogy beleragadtak a kerékvágásba, kiveszett házasságukból a spontanitás. Talán nem tápláltak egy iránti lelkesedésüket. Látják ezt Egymás szeméből, mert már nem csillant fel, amikor megpillantják egymást egy hosszú nap végén. Ez sosem jó jel, és ha bekövetkezik a bölcs leül és azt mondja, át kell alakítanunk a házasságunkat, teljes irányváltásra van szükségünk. Itt házasságon belüli irányváltásra beszélek, át kell alakítani azt, ahogyan viszonyultak egymáshoz. Ez nagyon izgalmas folyamat is lehet. Persze rémisztő tud lenni, mint a változás mindig, fájdalmas is lehet de a fájdalom az élet része. Nyitottnak kell lenned mind a fájdalom, mind a félelem átélésére ahhoz, hogy nagy változásokat vigyél véghez. Ne engedj a közönösség és tétlenség nagyon és természetes emberi ösztöneinek. Ha szükség van változásokra, akkor vid véghez őket, akármilyen vagy drasztikusnak tűnnek. Van egy régi John Huston film 1951-ből, az Afrika királynője, Humphrey Bogart és Katerina Hepburn főszereplésével. Bogart egy iszákos játszik az Afrika királynője nevű gőzös kapitányát. Egy nap arra ébred mámorából, a Hepburn által játszott missionárius nő az összes alkoholt kidobta. Összeszidja a nőt és követeli, hogy hagyja őt békén. Nekem a természetemből fokad, hogy részeges vagyok közli vele, a misszionárius nőr erre ránéz és azt mondja. Mr. Nutley éppen arra lettünk teremtve, hogy a természetünk fölé kerekedjünk. Ez nagyon igaz, és ez az egyik legkedvesebb pillanat számomra a teljes filmvilágból. Természetünkhöz hozzátartozik a félelem. Ez az automatikus üzemmódunk. Az ember automatikusan fél, ez pedig tétlenségezés közönyhöz vezet. A bátorsághoz óriási mennyiségű szellemi erőfeszítése van szükség. Muszáj, hogy szembe tudjunk nézni a változástól való félelemmel, és le tudjuk küzdeni. Így tudunk hatással lenni a holnapunkra, ha ma leküzdjük a félelmet. Hogyan érthet, érhetjük el ezt? Az ősi zsidó bölcsesség mutat egy nagyon fontos elvet, amely vezérel. Az 1 Mózes 28. fejezetében Jákób elindul otthonról, hogy szerencsét próbáljon és új sorsot alakítson ki magának. A 28.10-ben azt olvassuk. Jákó pedig kiindult Beérsebából, ami Izrael déli részén található, és Hárán felé tartott. Az a furcsa ebben a versben, hogy azt már eddig is tudtuk, hogy Jákob Beérsebában van. Miért nem csak annyit mond, és Jákó tovább utazott Háránba? Miért mondja azt, Jákó pedig kiindult Beérsebából, és Hárán felé tartott? Több utalást láttunk már például az 1 Mózes 26-23-ban, amely nem hagy kétséget a felől, hogy Jákob beérsebában van. Miért nem takarékoskodik ezekkel a szavakkal a Biblia? Mindig jó ötlet takarékoskodni a szavakkal. Van egy olyan elv az ősi zsidó bölcsességben, amely kijelenti, hogy a tórában nincs egyetlen felesleges betű sem. Szükségtelen mondani, hogy az érvényes minden szóra és minden mondatra is. Ebből tudhatjuk, hogy a Jákob pedig kiindul Beérsebából szavak, nyában bizonyára egyáltalán nem feleslegesek. Akkor mégis mit üzennek? Milyen in új információt közölnek? Ezek a szavak azt csugalják, hogy mielőtt elindulhatnál új sorsod felé, a régit magad mögött kell hagynod. Sosem jutsz el háránba, ha nem vagy kész otthagyni Beérsebát. A félelem nagyon megnehezítheti ezt az otthagyást. Ezt az elszakadást. A félelem arra késztet, hogy magunkhoz szorítsuk azt, ami ismerős. A félelem arra késztet, hogy ragaszkodjunk ahhoz, amink van, ahelyett hogy elindulnánk és megkeresnénk azt, ami ránk vár. De a régit el kell engedni ahhoz, hogy a lehető legmesszebbre tudjuk kinyújtani a kezünket az újért. Képzeld el, hogy át akarsz kelni egy függőhídon egy kis szakadék fölött. Nem akarod otthagyni a szilárd talajt, ezért egy lábbal óvatosan rálépsz a függő hidra, és az elkezd mozogni, himbálózni. Erre azt mondod. Ezt nem tudom megtenni. Pedig amint mindkét lábbal rálépsz, a híd már nem is mozog annyira. A dolgok könnyebbé válnak, az ösvény világosabb lesz. Ehhez azonban el kell rugaszkodni a szilárd talajtól. Így működik az elménk, a szívünk és a lelkünk is, nem csak a testünk pszichésen is ott kell hagyni egy helyet, mielőtt eljuthatnánk a következőre. A szívünk ott akar maradni, ahol vagyunk. Azt akarja, hogy ragaszkodjunk ahhoz, amit már ismerünk, amiben biztosak vagyunk, amit megszoktunk. De az üzletben soha nem fogsz előrébb jutni, ha nem tágítod a látókörödet. Ha nem győzöd le ezt az érzést, ezt a félelmet, az óriási akadályt képez, a siker előtt az üzletben és a magánéletben egyaránt. Ezt látjuk az 1 Mózes 28.10-ben, a Jákob elképesztő dolgok küszöbén áll. Házasság, gazdagság, család, jövő. Csak hogy még ott van Beérsebában, ahol semmi sem fog történni. Először el kell jutni a hárámba. Ez nem tisztán fizikai elindulás, de nem is tisztán jelképes. Jákobnak ezt tisztáznia kell magában. Először ki kell rakni a Beérsebát a fejéből, mielőtt ténylegesen eljuthatna hárámba. Teljesen maga mögött kell hagynia, hogy parodizáljak egy mondást, amit már biztosan hallottál korábban. Könnyebb kihozni az embert beérsebából, mint át az emberből. Ám ezt a helyet ott kell hagynod, mielőtt odaérhetnél arra a másikra. Ellent mond ez az ösztöneinknek, ellenkezik a természetünkkel. De mit mondasz erre? Én azt mondom, Mr. Nutley, azért vagyunk itt, hogy felülkerekedjünk a természetünkön. Megkockáztatom, hogy közönséges közönségesnek tarts, bár ez nem közönségesség, csak őszintesség, és emlékezhetlek arra, hogy természetünk arra indít, könnyítsünk magunkon, amikor csak szükségét érezzük. Teljesen természetes dolog, hogy az ember könnyít magán, de civilizált társadalomban élő emberekként illik megvánunk, amíg elérünk addig a helységig, amelyet erre a célra jelöltek ki. Ezzel legyőzzük a természetet. A kisbaba civilizálása teljes egészében arról szól, hogy a kisgyermeket megtanítjuk, hogyan küzdje le a természetét. Az újszülött kisembert arra készíteti a természet, egy elkékülve üvölcsön, amíg meg nem tetszik neki, a, amit akar. Nem teszik neki, amit akar. Ilyenek a kisbabák. Ahhoz, hogy a kisbaba civilizált legyen, hogy szellemi lényén váljon, meg kell tanítanunk neki, hogyan kezdje el leküzdeni a természetét. Ez a képzés elengedhetetlen minden kisbaba, minden férfi, nő és gyermek életében. A természetes ösztöneink nagyon gyakran helytelen irányba vonzanak bennünket, muszáj ellenállunk nekik. Fontos, hogy előre kitervelt elgondolások nélkül tudjunk előre haladni az életben, ezt jelenti valóban nyitodnak lenni az élet milliónyi lehetőségére. Mózes negyedik könyve ezekkel a szavakkal indít, Szólt pedig az úr Mózesnek a sínai pusztáj, pusztájában. Az úr azt mondja itt Mózesnek, hogy számolja meg az izraelitákat, és határozza meg, hogyan helyezkedjenek el a Szent Sátor körül. Ez még azelőtt történik, hogy Isten úgy határozna, 40 évet töltsenek a pusztában, az izraeliták arra számítanak, hogy három nap múlva odajönnek az ígéret földjére. Annak ellenére, hogy meggyőződésük szerint hamarosan bejönnek az ígéret földjére, a Mózes IV. könyve jó sok időt és jó néhány fejezetet arra szán, hogy elmondja, hogyan számláltak meg és helyeztek el mindenkit, mindezt a sivatag kellős közepén. Ez, ért ez értelmetlennek tűnik, miért pazarolnak erre ennyi időt. Fel kell ismerni, hogy ez Izrael fiainak beirányzása az elrendelt sorsokra. A geometriában a vektor egyesíti az irányt és a mozgást. A vektor adja meg egy erőhatás irányát. Például az északnyugatról 16 km/h sebességgel fújó szélt lehet vektorként mérni. Ez érvényes az emberekre és az ő sorsukra is. Az izraeliták megkapják az utasítást, merre és milyen gyorsan mozduljanak az ígéret földje felé. Megkapják, milyen pozíciót foglaljanak el, a szószoros értelmében láthatjuk, hogy fizikailag beirányozzák őket a sorsuk felé. De ne felejtsük el, hogy egy kiaszott zord sivatagban vannak, nem igazán ott tartózkodásra szánt hely, hanem engem kérdezel. Én azt mondom, inkább a tengerpart, Isten mégis a pusztában adja az izraelitáknak ezeket a fontos beirányzási információkat. Én biztosan nem ezt a helyet választottam volna elsőként, és talán te Azt hiszem először az izraeliták sem simp... lepestek, különösebben az örömtől. Isten azonban azért a sivatagot választja ennek az információnak az átadására, mert az ősi zsidó bölcsesség szerint a puszta nem csupán egy száraz forró hely, ahol sok a kaktusz, a homok, és nem is nagyon van más. A puszta a teljes üresség jelképe. A pusztában nem nő és nem ér semmi. Mikor a Szentírásban megjelenik egy puszta, fontos megértenünk, hogy jelképesen teljes üres, a teljes ürességet jelenti. Ahhoz, hogy valaki tovább lépjen egy új sorsra, mindent hátra kell hagynia. Képtelenek vagyunk elképzelni egy végtelen gazdag lehetőségekkel teli sorsot, amíg Markunkban szorítunk egy másik látást a múltból. Azzal, hogy Isten a pusztában szólt az izraelitákhoz, egy olyan helyen, ahol a szószoros értelmében nincs semmi más, és semmi nem tereli el a figyelmüket, szabadátette őket múltbeli életüktől és így a jövőre vonatkozó elképzeléseiktől is, ami talán ellentmondásos módon nyitott el teszi őket arra, hogy át tudják venni új jövőjüket. Ahhoz, hogy elgondolkozz a saját jövődön, nem kell kocsiba ülnöd és 1600 kilométert autóznod az nai sivatagig. Csak jelképesen beszélünk, beszélünk pusztáról. Kiderülhet, hogy csak annyi ürességre van szükséged, amennyit egy lepakolt asztal Jelent egy csendes szobában éjfélkor, és már is el tudsz gondolkodni az életeden. Ki tudod találni az új üzleti tervedet, vagy el tudod képzelni az új vállalkozásodat. Amikor pedig helyre kerül az üzleti terved, és készen állsz belevágni az új vállalkozásba, vagy új munkába, vagy akár csak a meglévő munkán belül egy új szokásba, légy, légy kész örökre magad mögött hagyni a régi útjaidat. pakolt ki a fejedből, hogy tudja a jövőre azt pontosítani.